A Space Cowboys kiadó korábbi játék a Splendor hatalmas nagyot ment, és szépen lassan bővül ez a termékcsalád. Nemrégiben elkezdték ezt a kisebb dobozos sorozatot, az Anchor, a Jaipur, illetve a legújabb játékok a Te a két főre is praktikus dobozban nagy játékkémény szép alkatrészekkel kínál, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Te a két főre miként remekel ebben az impozáns sorozatban. Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit játszunk blog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra! Először gyorsan fussunk át a szabályokon, elmondom, hogy pontosan mit is csinálhat a játékos a körében, milyen univerzumot épít ez a játék, utána pedig elmondom pár gondolatomat erről a csak ketten játszható kis praktikus társasjátékról. Így néz ki a Te a két főre című társasjáték az előkészületeket követően, a pontozó lapkákat azt szerint tettem le, hogy egyébként a játékszabály javasolja az előkészületek során. Mindegyik játékos kap egy-egy pite szeletet, illetve egy kis kártyapaklit a saját színében, a kék, illetve a rózsaszín játékos játszik egymás mellett. Mindegyik játékosnak ugyanazon kártyái vannak 1-től 9-ig számozva. Ez egy meglehetősen egyszerű szabályrendszerrel dolgozó társas játék, ahol a játékosoknak a célja a lehető legtöbb győzelmi pont gyűjtése, ezek a csillagok. Abban az esetben, hogyha egy játékos áthaladna 25-on, akkor kap egy 25-ös korongot. A játék menete úgy néz ki, hogy a két játékos egyszer a saját pakliából felcsap egy-egy lapot, és akinek nagyobb számú a lapja, ő végrehajthat egy akciót, vagy egy kártyavásárlást. Abban az esetben, hogyha ugyanilyen számot csapnának fel, akinél a madár van, ez a flamingó, ő nyeri meg ezt az egyenlőséget. A játékos, akinek nagyobb a száma, dönthet, hogy vagy kártyát vásárolhat, ki tudja fizetni, vagy az adott kártya akcióját használja. Ebben az esetben a rózsaszínnel játszó játékos száma nagyobb, ebben az esetben szeretné használni az ő akcióját. Magához vesz 3 pita szeletet. Ha későbbekben pizzának hívnám, kérek, ne haragudjatok, mert meglehetősen hasonlít rá. Ezután a játékosok újabb kártyát csapnak fel, most a kék játékosnak nagyobb a lapja, meglehetősen komoly a pontkülönbség a két kártya között. A 7-es shell 6 értékben vehet kártyát, vagy esetleg használhatja a kártya képességét, de abban az esetben, hogyha nem a kártya képességét szeretné használni játékos, akkor a különbözetet elköltheti kártyára. Ebben az esetben ez 6, 7-1 az 6. Ez boostolható, ez tolható egy picit ezekkel a pite szeletekkel, tehát hogy beadja a pitét, akkor 7 értékben vehet a játékos lapot. Ez a játékos azt mondja, a kék játékos, hogy jó, inkább egy 6-os kártyát szeretne venni, ezt a dobópakliára teszi, felfordítanak egy következő lapot a játékosok. Most meglehetősen komoly a pontkülönbség, használhatná egyébként a szívkirálynő hatását is játékos, de ő inkább 8 értékben szeretne egy Elise lapot venni, felfordítanak lapot a játékosok, most meglehetősen pici a számkülönbség, most a szívkirálynő 9-ese győzött Elise 8-asával szemben, nem igazán éri meg egyébként venni kártyát, ez az egy különbsége, nem is igazán tudna a játékos, úgyhogy inkább úgy dönt, hogy kivégez egy lapot alulról a középről. Ő azt mondja, hogy egy 6-os lapot szeretne kivégezni, mert hogyha kivégez egy lapot, akkor rajta látható pontot megkapja a játékos, amit automatikusan lelép a kis jelölőjével. Ehhez majd a játék végén is hozzájönnek pontok, ezután újabb lapokat csapnak fel a játékosok. Most megint a kék játékos kártyája nagyobb, az ő képessége jön létre. Ebben az esetben, hogyha ez a képesség aktiválódik, akkor az ellenfél legfelső lapját kivégzi ez a játékos, és megkapja a rajta lévő csillagokat, ha lenne, de most ebben az esetben nincs. Újabb lapot fordítanak fel a játékosok. 6-os, 4-es, a különbözet egyébként most 2-3, még mindig nem tudna a játékos venni, úgyhogy inkább homokórákat vesz el. A homokórát a játékos, ezt a kis összecsapást nyert játékos a köre végén használhatja fel. A játék elején véletlenszerűen beállítunk itt egy órát, és a játékos a köre végén befizetett homokórákat, hogy mozduljon ezzel. Tegyük fel, hogy ez a játékos most kapott 2 homokórát, egyet be is fizet, mozdít egyet az óramutatójárásának megfelelően ezzel a homokórán, és amilyen állásra érkezik a mutató, azt éppen ez a játékos megkapja. Esetünkben például a kék játékos újabb 2 győzelmi pontot ír, újabb kártyákat fordítanak fel a játékosok. Ebben az esetben az a játékos azt mondja, hogy jó, bár csak egy a különbség, de mindenképpen szeretne kártyát vásárolni, ezért a maradék kis pitécskéket befizeti, tehát 1 meg 4 az összesen 5, tehát 5-ös értékű kártyával bővíti a kis kínálatát, de dönthetne úgy is, hogy homokórákat vesz el és egyébként használja, úgyhogy következő lapot fordítják fel a játékosok. Ugyanolyan lapot fordítottak fel, ebben az esetben, akinél a madár van, ő kap 2 piteszeletet. Abban az esetben, hogyha nem lehetne az általános készletből elvenni piteszeletet, akkor a második játékostól kell elvenni. Abban az esetben, hogyha egy játékosnak elfogyna a pakli, akkor egy 1-es nuszi lapot
hozzákever a kis pakliához, és tekintve, hogy ez a játékos egy picit hamarabb fejezte be, így most egy pici eltolódással fordítanak fel lapot a játékosok. Most Alice 8-asa lett, nagyobb ez a játékos, dönthetne, hogy jó a különbözet, 3 befizeti ezt az egy pites szeletet, hogy egy 3 plusz egy 4-es kártyát vegyen el, amit a dobópakliára helyez. Most ennek a játékosnak fogyott el az összes lapja, hozzákevert egyébként egy 1-es nyuszit is a történet, tehát amint keverés történik, hozzá kell tenni egy 1-es nyuszit, és így keveredik meg a pakli, és a következő lapot már egyképpen fordítják fel a játékosok. Most meglehetősen nagy ismét a különbség, de tegyük fel, hogy ez a játékos most nem kártyát szeretne vásárolni, egyébként ez különböző stratégia lehet, hanem ebben szeretné használni a királynőnek a képességét, kivégzi ezt az 5-ös emberkét, és rajta látható 2 pontot írja ez a játékos. Ez egy komoly stratégia tud lenni, ugyanis ezek a játékvégi pontozók akkor aktiválódnak, hogyha valamelyik pakli elfogy alóla, hogyha nem fogyott el alóla, akkor nem számoljuk ezeket győzelmi pontnak. Következő lapot fordítanak a játékosok, 6-os, 1-es, 5 a különbözet, ismét ez a játékos veszel 2 homokórát. Úgy dönt, hogy most ezt a homokóra akcióját szeretné használni ennek a kártyának. Tehát amikor egy játékos megnyerte ezt a rangadót, akkor dönthet, hogy vagy kártyát szeretne vásárolni, ha tud, vagy esetleg a kártya akcióját használja. Így megy ez a játék mindaddig, amíg az összes ilyen 1-es kártya ki nem menne, és egy játékosnak ilyet kéne felvennie, és nem tud, akkor az a játék utolsó köre, és abban az esetben, hogyha ebből az 5-ből 4 pakli elfogyna, akkor a játék a végéhez ér, és a már begyűjtött pontokhoz, az ellen pontokat hozzáadják a játékosok, és így, aki a legtöbb pontot gyűjtötte, ő győz. De gyorsan fussunk át a különleges képességeken, hogy azok a bizonyos kártyák, amiket a játékosok kijátszanak és akciókat használnak, pontosan mit tudnak. Az 1-es, a cicának a képessége bárhova állíthatja az órát, ahova szeretné, és az adott képességet végrehajthatja. Ez vagy a kezdő játékos elvétele, vagy az ellenfél legfelső kártyájának akcióhatása, ennek végrehajtása, tehát az ellenfél legfelső lapjának az akcióját használhatja egy játékos, vagy 2 pontot kap, vagy egy a dobópakliából eldobhat egy játékos a dobópakliára a kivégzett lapok közé egy lapot, és megkapja rajta lévő csillagot, vagy felfordít még 2 lapot a játékos a dobópakliába, és a rajta lévő csillagokat megkapja, tehát jó kis akciók tudnak lenni, hogyha a macskával lesz akció lehetőség a játékosnak. Ez nyilván akkor fordult elő, mind a kettő játékos 1-est fordít fel, és ennél a játékosnál van a madár. A 2-es ő, hogyha ezt az akciót használja, akkor kap 2 pites szeletet. Ebben az esetben az ellenfél játékosnak 3 lapot a dobópaklijába kell helyezni. Ez azért kellemetlen számára, mert sokkal hamarabb kerül be egy szerencsétlen 1-es lap a pakliába, és hát 1-essel meglehetősen nehezen jut akcióhoz a játékos. Ebben az esetben az ellenfél dobópakliának, az ellenfél húzópakliának legfelső lapját ez a lap kivégzi, és megkapja rajta lévő pontot. Ilyenkor 3 piteszeletet kap, 2 homokórát, a kezdőjátékos jelölőt vagy 2 piteszeletet, 1 homokórát, illetve egy lent lévő lapot kivégezhet a játékos. A játékvégi pontozók egyébként, hogyha a játékos arra megy le, hogy homokórákat gyűjt, amiből nincs sok, tehát összesen 5 darab lehet, akkor 2 győzelmi pontot kap, piteszeletenként 1 győzelmi pont, mindegyes kivégzett lap az annyi győzelmi pont, amennyi itt alul található, tehát a megfelelő helyhez tett. Az itt látható győzelmi pontot kapja a játékos mindig, és plusz begyűjtött lapért, ami a saját paklián kívül van, és akinek a legtöbb Alice figurája van, ő annyi győzelmi pontot kap, amennyi az ott szám látható, de ha megnézitek, akkor a másik oldalt is van mindenféle extra jó kis pontozási lehetőség a játékban. Ez a Te a két hőre című játék gyors summája lényege. Alice csodaországban setting, igen, egy csomó alkatrészen előkerültek a klasszikus motívumok, a Tim Burton-féle feldolgozásból is sok izgalmas megfejtés lehet, de a klasszikus illusztrációk is visszaköszönnek ebben a játékban. Téma szerintem nincs. Én azt érzem, hogy elkészült egy mechanizmus, a szerző kitalált egy nagyon jópofajon kőpapírollószerű mechanizmust, és elvitte a kiadónak, a kiadó azt mondta, hogy jó, ez így még egy pici fejlesztés, kérem is pici fejlesztést, és rengeteg ötlet, meg kiegészítő, meg az óra, meg akkor a különleges képességek, a játékvégi pontozások, tehát érződik a masszív fejlesztés ezen a játékon, és töprenghetett a kiadó, hogy akkor milyen téma legyen kalózos, nem, legyen Alice csodaországban. Én úgy érzem, hogy mint tehénen a nadrág lóg ezen a játékon a téma, itt igazából a mechanizmus a lényeg, és az a kimondom, pofátlan egyszerűség, hogy mindkét játékos egyszerre felfordít egy lapot, és akinek magasabb lapja van, ő akciót csinál.
amikor hallottam el a játékról, megnéztem az első videókat, nem tudtam elképzelni, hogy ez miként működik. És olyan érdekesen működik, ugyanis egy csomószor az van, és tényleg az van, hogy 5-6, sőt, velem előfordult, hogy konkrétan egy teljes megkeverést követően nem jutottam sorra. Felcsaptunk lapot, ugyanis abban az esetben, hogy egyenlőség van, mint a bemutatóban mondtam, akkor akinél a pelikán van, ő csinálja az akciót. És előfordult, hogy a játékos hosszasan nem csinál akciókat. Viszont amikor csinál, ott van egy ilyen icipici kis kulcs, egy icipici kis ajtócskához, amely kinyitja a játékvilágát. Nagyon nem mindegy, hogy abból a két választható lehetőségből, ami számomra egyébként impozáns és izgalmas, hogy két akció közül választhatok, vagy a kártyaképességet, vagy esetleg vásárolok. És egy csomószor ez elég. És az a pofátlan egyszerű mechanizmus egyszer csak a játék végére, mert azt mondja, hogy 20-30 perc, nagyjából 20 perc alatt lejátszható, hogyha ismétek a szabályokat, és nem kell lapozgatni az amúgy rendkívül aprócska szabálykönyvet, akkor nagyon szépen kiegyenlítődik ez a dübörgő szerencse. Szerencse hátán egy csomószor. Oké, akkor most felfordítom a két lapom, a csillagokat kapok. Egyiken se volt csillag. Hát gyerekek, letérdelek. Égetem a paklimat egy csomószor. Oké, kibégzem az ellenfél pakliának legfelső lapját. Gyertek csillagok, nem jönnek csillagok, mert nem jöttek. Meg egy csomószor fordítok lapot, én fordítok, szív 9-es, vazzá, micsoda akció, torpedó, királyságot fogok én csinálnék, hogyha nem ugyanazt fordította volna fel a másik, és nála van a flamenco, a pelikán. Szerencse, engedjük el, igen, ez az egész felütése a játéknak, és nagyjából, hogyha az első fél játék alatt nem nyert meg benneteket ez a játék, akkor nem is fog. Viszont, hogyha szereted azokat a játékokat, ahol a dübörgő szerencse cunami között egy pici ösvényen találsz döntéseket, hogy egy picit azt szeretném apasztani, azt a játékvégi pontozást kérem, ami egyébként jó pofa, hogy mindegyik pontozó két oldalú kivéve az egyiket, de hogy alapvetően színes az újrajátszhatósága a játéknak, és az a hátradőlök, és egy csomószor, gyerekek, lesz, ami lesz, most egy pici lehetőséget adott a játék, hogy gondolkozzak, oké, mit akarok, bővítem a paklimat, mert egyébként ez már kipörgött, az még jöhet, tehát ad icipici kis rászámolhatóságot a játéknak, amit szerintem a gamerek nem nagyon fognak érezni, viszont akik nagyon könnyed kis Te a két főre című játék kapcsán keresnek valami könnyed ellazulást, akkor találhatnak benne. Az asztalkép szép, és szerintem rendkívül ügyes, hogy egy csak ketten játszható játék, ilyen pici praktikus dobozból micsoda kis színes asztalképet tud összehozni. És valahol mégis a Te a két főre témaválasztása valahol a mechanizmus mélyén köszön vissza, és elképzelhető, hogy ez egy belső intuitív döntés volt a készítők részéről, hogy bár történet nem mesélődik el, de valahogy a kalapos most szerencséd volt, vagy nem volt szerencséd, köszön vissza. Tehát a mechanizmusból rejlik valahol a témaválasztás, és valahol jó pár játék után megéreztem, hogy igen, nagyon szépen mechanikailag érzem magam Alice csodaországában, hogy próbálok, egy csomószor Alice sodródik, ez nagyon félelmetes, szerintem inkább felnőtteknek szóló mese a játékos is, alapvetően egy csomószor eseményből eseménybe sodródik, és abból próbál meg valami kis ügyes döntést hozni, ügyesen használni a karakterek képességeit, ami abszolút relatív a másik játékos kártyának felcsapásától függ. A Te a két főre egy érdekes, különleges tünemény, hogy ha szeretitek a szép játékokat, akkor ajánlom, hogy ha szeretitek az egyáltalán nem túl gondolkodós játékokat, hanem szeretsz úgy sodródni a játékot, és pontokon megkérdezi a játékot, hogy na, most mit döntesz? Mit szeretnél csinálni? Akkor elképzelte, a két főre tetszeni fog. Hogyha igényed rászámolni, igényed nagy ráhatással lenni a játékra, akkor a Te a két főre szerintem nagyon hamar le fog dobni téged, mert elképzelhető, hogy 6-7-8 hosszú fordulókon keresztül effektív nem csinálsz semmit, nem csináltál semmit rosszul, szerencsétlenül csaptál fel lapot. Ez a játéknak a kémiája, ami erős vállalás, de megoszthatja a közönséget, minket is megosztott Rékával, akár egy játékon belül is. Hát ez mi? Jaj, de jó kis játék ez, hát ez mi? Jaj, de kis izgalmas játék ez, hangulatot tud teremteni. Felmerülhet a kérdés, hogy mennyire konfrontatív ez a játék. Szerintem nagyjából annyira, amennyire a borító. Szépen lassan egymás kis teácskáját lögyböljük ki, alapvetően nem ütöm a másikat, apasztom a kis pakliát, elveszek tőle dolgokat. Egyébként szerintem kifejezetten jól sikerült az illusztráció, mert nagyjából ezt a hangulatot érezhetik a játékosok játék közben. Nagyon szépen köszönöm a Game Club-nak, hogy bemutathattam nektek ezt a társasjátékot. Bízom benne, hogy tetszett ez a videó. Ha tetszett, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást valamely közösségi oldalon, hogy minél többekhez eljuthasson ez a tartalom. Remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok!